Hallottam egyet, hogy viking mit szólunk? Hajóval közlekednek. Hajóval közlekednek. Úgy bizony, hajóval közlekednek. Mit tudtok még? Ilyen szarvas sisakjuk van. Igen, tülkök a sisakjukon. Igen, mi van? Kertek először az amerikai. A Tandem Színház előadásából láthattak egy részletet. A társulat egy különleges missziót vállalt a megalakulásakor. Mi a Civilek Színháza szeretnénk alapvetően lenni. 2019-ben alakítottuk meg a Tandem Színházat Bacskó Tündével közösen, és az alapvető cél, a stratégiánk és a missziónk az, hogy a civil szervezetekkel közösen dolgozva akarunk színházat csinálni. Ami azt jelenti, hogy a civil szervezetekkel együtt dolgozunk, az ő témájukból csinálunk előadást. Például a Menhely Alapítvány, aki a budapesti hajléktalan ellátásban dolgozik, velük két előadásunk van hajléktalan témában, a Kóborszálló, amely egy tündérmese a hajléktalanságról és gyerekeknek szól, vagy a másik pedig a Fapados Revű, ami hajléktalan szerzők műveiből és szituációs játékokból áll, és ott a szervezet tagjai konkrétan az előadáson belül is megjelennek, tehát két hajléktalanságot megtapasztalt előadóval dolgozunk együtt. Tehát az a lényeg, hogy nem csupán a civilek témáiból dolgozunk, hanem vagy magába az előadásba, vagy az utána következő beszélgetésbe megpróbáljuk bevonni a civil szervezetek tagjait, hogy ők maguk kommunikálják azt, ami számukra annyira fontos, és amiért dolgoznak. A Varró Dániel meséjéből készült a Leprikónok átka című viking kaland és vitajátékukról először azt gondolnánk, hogy gyerekeknek szól. De a mese meghatározás megtévesztő. Ez egy uniszex előadás a korosztályra való tekintettel, 6 éves kortól ajánljuk, de játszottuk már csak felnőtt közönségnek, csapatépítő tréningként a Deutsche Telekom csapatának. Imádták. Felnőtteknek ugyanúgy működik, mint gyerekeknek. Ezt például egyáltalán nem szántuk valamilyen korosztálynak, mert a vitakultúrának a fejlesztése az nem csak a magyar társadalomra és bármelyik korosztályra, hanem így szerintem világszerte mindenkire igazából ráfér, és ilyen játékos is jó pofa formában, mint ahogy a Varró Dani meséje adja magát. Ebből kifolyólag mindegyik korosztálynak és bármelyik társadalmi réteg számára szórakoztató és hatékony. Ezen kívül meg azt is válaszolhatjuk a kérdésre, hogy igen, vannak olyan előadásaink, amelyek speciális korosztályra szólnak. Például vannak iskolai előadásaink, vagy az a már említett Kóborszálló, az kifejezetten általános iskolásoknak játsszuk, és van például a Jónás könyve, amit kizárólag középiskolás diákoknak, bár felnőtteknek is eljátszottuk már egyszer, az is működött. Igen, és látod, ahogy a Jónáshoz is hozzáteszed, hogy a felnőttek számára is működik. A Kóborszállóval ugyanez a helyzet igazából, mert valóban általános iskolásoknak szántuk elsősorban, de tesztelőadásokat játszottunk gimnazisták számára is. Mindegyik korosztálynak föltettük a végén a kérdést, hogy szerintetek nektek szól ez a mese? És igen volt a válasz a 18 évesek részéről is, úgyhogy igazából bármelyik előadásunk játszható bármelyik korosztálynak. Az interaktív színházukban a néző is részese a darab alakulásának. Dönt például, hogy merre folytatódjon a történet, sőt, érvelnie is kell emellett, illetve vitáznia. Észnél kell lenni, itt különösen, mert ugye van a fejünkben egy teljes szövegmennyiség, amely soha nem hangzik el egy előadáson. Mindig csak egy része hangzik el, attól függően, hogy melyik útvonalakat választják a nézők. És hát a vita színházi részekben pedig fogalmunk nem lehet, hogy mit mond a néző majd. Igen, az mindig a pillanatnyi válaszok és reakciók döntik el, hogy nekünk hogyan kell arra reagálni, és hát igen, nagyon-nagyon résen kell lenni. A vitának van egy adott formája, amely szabályok közé szorítja a kultúrált vitázást, és ennek vannak fogalmai, amelyek az előadásban mindig felbukkannak. Nyilván nem minden korosztálynál tudjuk ezt elmélyülten közvetíteni, de hogy ebben az esetben nekünk kell résen lenni, hogy lecsapni azokra a mondatokra, pillanatokra, hogy felhívjuk a nézők figyelmét, hogy na ez az, ami a vitában, nem lövöm le a poént. A különleges színház különleges visszajelzéseket, élményeket is jelent a színészeknek. Előadás után volt egy izgalmas beszélgetésünk Máté Zsolttal, az Ördögkatlan Fesztiválon játszottunk náluk a Mentálligetben, ő az Indít Közalapítvány egyik addiktológusa, és azt mondta nekünk, hogy ez az előadás, ez egy addiktológiai prevenciós előadás, bár nem annak tűnik méghozzá, azért az, mert az addiktológia vagy az addikció kialakulásának okairól tudományosan kevés dolgot lehet mondani, de egyet biztos. A döntéshozatali rendszer vagy a döntéshozatal folyamatának a hibái az egyes személynél. És mivel itt nagyon szórakoztatóan nem szájbarágba a döntéshozatalt és az érvelést mutogatjuk meg, tanítjuk, ezért ő azt mondta, hogy ő nagyon szívesen ráütné a pecsétet, hogy ez egy drogprevenciós előadás, tessék így játszani. Nekem meg a Deutsche Telekomnál volt nagyon meghatározó élményem, azóta tudjuk magabiztosan állítani, hogy bármely korosztály számára
érvényes ez az előadás, mert nem tudom, valami nagyon-nagyon hétpróbás főnöke volt a csapatnak, aki utána oda jött hozzánk, és tizenvalahány éve van a szakmában, és hogy még ennyire hatékony és mindenkit megmozgató csapatépítőben nem volt része az ő csapatának, ez volt az ő visszajelzése ott azonnal, úgyhogy ez ilyen meghatározó élmények mindig számunkra. Ebben a projektben civil partnerük a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány volt, amelynek Vox Pop nevű vitajátékát használták fel az eredeti mű színpadra állítása során. Kíváncsi izgalommal cibálod ezt elő, és rá van írva rám egy kódemlékeztető. Van egy pók, két polip és 12 macskacápa, és együtt így ezeknek van éppen ennyi lába.